Számítógépes művészeti önmegvalósítása, vagy mi is az a demoszín? Programok mentek körbe-körbe, amelyek ezeket a találkozókat hirdették. Elszánt csapatmunk a futurisztikus klippekért, melyek a Commodore 64-től a mobiltelefonokig több fórumon virágoznak. Bővül a kis tehén tánczenekar repertoárja. Én azt hiszem, hogy tabu például lakodalmas zenéhez hozzányúlni másképpen. A sárga gombóc már nem csak a fa tetején ül és lábat lógat, hanem szerelmes is, mégpedig minden nőbe. Rangos nemzetközi versenyek, számítógépen készült művészeti alkotásoknak magyar sikerekkel. Jó estét kívánok! Vetítések, bulik és partik, de az itt megforduló arcok nem azok a parti arcok, akikből celeb lesz később. Különös ismertető jelük, hogy karnyújtásnyira tőlük minimum egy klaviatúra van, 18 körüliek, és azt, hogy 64 bit, percenként legalább kétszer elmondják, számítástechnikusok, játékfejlesztők, programozók, profik és amatőrök, akik összeálltak, hogy amikor nem dolgoznak, hanem művészkednek, akkor az közhasznú egyesületben tegyék. Ők a színerek, az egyesületük pedig a demoszín, a vezetőjük pedig Mátrai Krisztián, aki van a stúdióban. Hello. Miért van az, hogy mondjuk 30 éves kortáján már nyugdíjasnak számít, akivel elkezdte ezt a kis játékot? Hát általában középiskolás vagy főiskolán kezdik el emberek, és később munka mellett nem biztos, hogy van már kellő idejük rá. Jó, hogy az időhiánya miatt van ez. Sorban. De azért a részleteket már mindjárt megbeszéljük. Oszlassuk tovább a zavart, néhány grafika, animáció és zene a díjnyertesek közül. Több száz karakteres számsorok egyesekből és nullákból. Kis különbséggel az egyikből ipari felhasználásra alkalmas program lesz, a másikból pedig művészet. Zene, kép, film, bármi, ami az egyesek és nullák világából kitermelhető. Azt hihetnénk, hogy az internet jót tett ennek az underground számítástechnikai szubkultúrának, de nem. Sőt, a WWW előtti időkben a kollégiumi pincékben üldögélő programozók tudtak egymásról, elérték a többieket és áramoltatták az információt. A neten ez nehezebben megy, kevésbé találnak egymásra azok, akik egy-egy részfeladat ellátására szakosodva, kizárólag az alkotás öröme miatt közösen készíthetnének futurisztikus klippeket. Ezért jött létre a Demoszín Egyesület, és persze azért, hogy az univerzumban egyelőre céltalanul bolyongó számítógépes művészeti alkotások előállítására fogékony egyedeket begyűjtse. Szóval a gimnazisták, azt mondod, gimnazisták kezdik el általában ezt a dolgot, de miről van tulajdonképpen szó, mert alapjaiban nem feltétlen érthető még mindig ez a dolog. Mit csináltok tulajdonképpen? Látványos ilyen vizuális produkciókat, ilyen videóklip jellegű számítógépen futó programokat gyakorlatilag. De ez maga az alkotás? Tehát honnan jönnek a dolgok, amiket megvalósítotok, vagy mi kell ahhoz, hogy ezt az ember űzhesse ezt a sportot? Hát általában ez egy csapatmunka, tehát programozó, grafikus, zenész összeállnak, és együtt valamit megpróbálnak megvalósítani. Milyen célra? Saját szórakoztatásuk és a közönség szórakoztatása mások. És hogy jut el ez a közönséghez például? Maga a közönség az a demoszín, az gyakorlatilag azok az emberek, akik erre fogékonyak, akik érdeklődnek ez irányba. Bocsánat, azért faggatozom én alapvető dolgokban, mert hogy közönségről beszélsz, miközben nem vagyok a számítástechnika területén nagyon jártas, de mondjuk internetfelhasználó vagyok, és azért alapdolgokkal képben vagyok, tehát a közönségre azt gondolnám, hogy az egy létező közeg, akik ismerik ezt a világot. De te most arról beszélsz, hogy a közösség, azt ti magatok vagytok végül is. Valamilyen szinten igen. Hát pont az internet miatt, a túlzott információ áradat miatt kicsit beszűkült az a tér, ami korábban jellemezte a demoszint. Annó, mikor még nem voltak ilyen kialakult csatornák, tehát most megvan a lehetőség arra, hogy a színképviselői egymással tartsák kapcsolatot. Régebben mondjuk játék újságok lemez mellékletén terjedtek ezek az alkotások. Aha. És egyből sokkal nagyobb volt ez a felvevő piac, akikhez eljutott. Most kisebb? Hát most pont az internet miatt picit beszűkült, mert mi tudjuk, hogy hol kell keresni, azok nem feltétlenül, akik nem ismerik még. Na jó, abban egy kicsit mindjárt belemegyünk, ha még mindig nem érte el az inger küszöbüket, hogy többször elhangzott, hogy intro, meg hogy demo, egy végső érve, ami miatt szeretnünk kell a színereket, életben tartják a számítástechnikának azt a romantikus korszakát, amikor a név, hogy Bill Gates még nem mondott semmit. De a Commodore 64-en is dolgoznak. Tényleg. Stephen, Dilly, Boise, Robson és Shaman. Az Exceed és a Conspiracy demo csapatok tagjai.
De mi is az a demo? És miért nincs rendes nevük? Először is a demo egy program, amit többek közt ők is csinálnak. Egy program, ami képet és hangot állít elő. És hogy miért kell ezt ilyen furcsa neveken csinálni, az mindjárt kiderül. Sámán az Exit csapat tagja elmondta, hogy a demókészítés egy ideig mindenki számára kizárólag önkifejezés. Később, ugye, amikor mindenki eljut egy következő szintre, felnőttként elhelyezkedik valahol, akkor ezzel elkezdhet úgy foglalkozni, mint egy pénzes vagy komerciális dolog. A demoszín egy számítástechnikai szubkultúra, és ez az, amiben ezek a srácok menőnek számítanak. A Bece nevekről pedig Stephen elmondta, hogy azért használják, mert az, amit ők csinálnak, az egy illegális dologból ered. És ugyan most már teljesen legálissá vált, a Bece név maradt, mert egyszerűen jól hangzik. A DJ-k sem véletlenül használják. A demoszín programok feltöréséből indult. Azok az emberek, akik ezt a tevékenységet végezték, nem akarták valódi nevükkel azonosítani magukat. Később pedig azért, mert a dolog nemzetközivé vált, és nemzetközileg egy nicknévvel, egy becenévvel ugyanúgy könnyebb érvényesülni, mint más területén a művészeteknek. A világban jelenleg mindössze 10-20 ezer demoszíner van, úgyhogy demoszínernek lenni nagyon exkluzív dolog. És bármilyen furcsa, az internet megjelenése előtt is képesek voltak kapcsolatot tartani egymással a demoszíner sejtek. Programok mentek körbe-körbe, amelyek ezeket a találkozókat hirdették, tehát ilyen úgynevezett party invitation-ök. Ezek alapján értesültek az emberek a különböző eseményekről, illetve voltak ilyen lemezújságok, amelyek ugyanúgy ilyen floppy lemezen terjesztett, mint a médiában már megszokott cikkeket tartalmazó programok voltak. A demoszínerek számára a legnagyobb esemény a parti, hiszen itt derül ki, hogy kik a legjobbak. De ezek a partik a legjobbak számára sem a csajozásról szólnak, hiszen a demo készítése egy meglehetősen maszkulin műfaj. Ami nem azt jelenti, hogy nem léteznek lánycsapatok, de sajnos Boyce is mindössze egy ilyenről tud. Általában a partikra bemehetnek ingyen a lányok, mert valamikor régebben 10-12 évvel kezdődött egy ilyen tradíció, és ezt sokan megtartották. Leginkább azért, mert egy ilyen partin kevés a lány, és szívesen látjuk őket. A demoszínerek csapatban dolgoznak. Ezek a csapatok általában 3-10 fős baráti társaságok. Minden csapatba kell egy programozó, egy grafikus, egy zenész, és a srác, aki a sütit hozza. Tudtuk magunkról, hogy mondjuk jó, van egy jó programozónk, van egy nagyon rossz zenészünk, kellenének jobb zenészek, és még több jobb grafikus. Ahhoz, hogy egy olyan színvonalú produkciót tudjunk készíteni, ami adott esetben világszínvonalon is megállja a helyét. Demoszínernek lenni, ellentétben más számítógépes tevékenységet folytatókkal, egyáltalán nem magányos dolog. Egyrészt azért, mert a csapattagok összejárnak. Másrészt a demoszínerek nyilván tartják egymást a világban. Akárhol megyek, barátokat fogok találni, akárkivel leállhatok, hogyha nem is ismer, hogyha látta egy demómat, és azt mondom, hogy hello, én vagyok a Boyce, és ezt csináltam, akkor tudni fogja, lehet, hogy tudni fogja, hogy ki vagyok, és elkezdünk beszélgetni, hiába nem találkoztam soha életünkben. Minket meggyőztek a fiúk arról, hogy a demoszín egy nagyon klassz dolog, így most már csak azt nem értjük, hogy miért. Akkor miért? Miért klassz? Mi a klassz benne? Igazából tehát pont ez az idő, az a kor, amikor belecsöppennek a fiatalok, egy nagyon jó tanuló időszak is egyben. Tehát a programozó palánták itt gyakorlatilag kitalálnak maguknak egy célt, és azt próbálják megvalósítani egy ilyen produkciót, és nagyon sok tudást tudnak felszedni. Uh-huh. Ugyanígy tehát grafikus. A szakmához, amit egyébként tanulnak, ezt tovább tudják fejleszteni hobbi szinten, ez ezt jelenti. Gyakorlatilag ezt, vagy akár még korábban, mint hogy elkezdenék tanulni. Szakmát. Miért kellett létrehozni az egyesületet? Az egyesület az igazából független a demoszíntől, tehát ez inkább egy ilyen segítője a demoszín működésnek. A demoszín az egy 20 éves múltra visszatekintő dolog, az egyesület az pedig egy éve létezik, ezt kicsit próbáljuk támogatni magát a demoszínt, ami egy ilyen underground dolog igazából. Tehát, akkor a demoszín az micsoda? Tehát az maga a közösség? Az maga a közösség, pontosan. Aha, de a nemzetközi közösséget hívjuk demoszínnek, vagy az a magyarországi? A nemzetközi, Magyarország az a magyar demoszín értelemszerűen.
Tehát ez egy létező valami. Miért van az, ez mindig fúrja az oldalamat, hogy én azt gondolnám, mint internetfelhasználó, hogy az internet számomra kinyitott a világot, olyan emberekkel, olyan dolgokba tudom felvenni a kapcsolatot, ami eddig elképzelhetetlen volt a számomra. Hogy az informatikusok számára, akinek ez a szakmájuk, és ez kéne legyen a legfőbb, vagy legkönnyebben kezelhető felület a számukra, megnehezíti ezt a fajta alkotást, vagy az egymás megtalálása? Igazából nem egymás megtalálása a problémás, hanem olyan szintű információ áradat van a net miatt, hogy gyakorlatilag ez csak egy kis szegmense innentől kezdve, és kis zajt kell csapni, hogy eljusson olyan emberekhez, akik korábban nem hallottak róla. De hogyha nem akartok egyébként nagy közönséget megtalálni, akkor egymáshoz ugyanúgy el tudják. Persze, tehát ez működő dolog, mondom, nagyon régóta. Most mi próbáljuk egy kicsit így fiatalítani például a közösséget, tehát olyan fiataloknak is megmutatni, akik eddig nem hallottak róla. Meg lányoknak, jól hallottam. Igen. Milyen egy verseny? Mert hogy itt partikról volt szó, de ezek végül is versenyek, ha jól értem. Mi történik egy ilyen versenyen? Egy ilyen partinak nevezett verseny. Hát a fő célja az, hogy összejönnek a társaságok, tehát egyrészt ugye nemzetközi, tehát akár különböző országban is összeutaznak, meg Magyarországon is egy helyen így összecsoportosulnak, találkoznak olyan emberek, akik esetleg csak interneten tartják a kapcsolatot, és a produkcióikat versenyre bocsátják. Milyen alapon? Mik a szempontok, amikor zsűrizés folyik? Nincs zsűrizés, közönség szavaz. Aha. Vannak technikai kritériumok, különböző kategóriák vannak, tehát egyrészt vannak a különböző platformok, amit említettünk, akár C64, különböző mobiltelefonok, PC, Amiga, és emellett vannak méretbeli kategóriák is. Van a demo, ahol nagyjából egy kritérium van, az, hogy valós időben fusson a gépen, mint egy játékprogram is. Uh-huh. Tehát ott a gép számolja közvetlenül, nem mint egy... Tehát több kategória animáció, van, és több akkor kategória, a közönség. De a közönség azok ti vagytok. Aki jelenben a partin gyakorlatilag. Na, de jól értettem, akkor ez nagyjából mégiscsak egy zárt közösség, ez a demonstráció. Egy viszonylag zárt közösség, Itt egy-két nagyon professzionálisan kinéző dolog van. De közben végig úgy beszélsz erről, mint valami hobbiról, egyfajta megvalósításról. De hát itt olyan szint, zeneileg, képileg, technikailag olyan szintű tudással felvonultatva bizonyos ilyen demókban, amiből írtatlan pénzeket lehetne keresni ebben a hihetetlen internetre épülő világban. Tehát ez nem történik meg? Jó részt azok, pénzért nem történik ez a demógyártás? Maga a demó egy ilyen szabad dolog. Nincsenek mondjuk ilyen technikai kötöttségek, vagy tehát ilyen meghatározása az iránynak. Tehát mindenki olyan módon valósítja meg benne magát, ahogy szeretné. Hogyha valaki pénzzel dolgozik, akkor valamilyen szinten meg van kötve a keze, van egy megrendelő például. Nagyon sokszor pont ugyanazok az emberek csinálják ezt hobbiból, akik egyébként ezt csinálják főállásban, csak ott lényegesen behatároltabb módon tudják megmosítani magukat. 20 évről beszélsz, mint a Demoszín történetéről. Mi történt ez a 20 év alatt, illetve merre felé megy ez a dolog? Hát a kezdetek, még tehát C64-ről indult az egész. Igen. Ott volt egy adott platform, ott igazából a programjelzői tudásnak a megmutatásáról szólt elsősorban, és idővel, ahogy nyíltak meg a lehetőségek, egyre inkább ilyen művészi önkifejezési forma lett, egyre nagyobb szerepe lett magának a grafikusnak, a zenésznek, az egész összhatásnak, kevésbé magáról a programozásról szól, sokkal inkább ez a művész irány. És történik valami olyan fejlődés ebben a dologban, ami magát a technikát készteti egyfajta fejlődésre? Tehát, hogy van egy grafikai elképzelés, de arra már nem alkalmasak a mai gépek, ezért, mint hogy rengeteg ezzel foglalkozó figura van ebben a közösségben, elkezdi presszionálni a számítógépipart, hogy e felé menjen a fejlesztés, vagy ilyesmi? Tehát ebből az irányból is történik valami nyomás gyakorlatilag? Ilyen irányból nyomás különösebben nem szükséges, mivel maga a játékipar ezt generálja. Aha. Tehát megvan az a professzionális vonal, ami gyakorlatilag ugyanolyan módon használja ki a számítógépet, mint a demószín, vagy a demószínerek, és ezért gyakorlatilag a gépfejlődés az magától adódik. Miért nem interaktív ez a dolog? Pont amiatt, hogy az emberek, tehát van, aki egy kis sztorit akar elmesélni, van, aki egy ilyen videóklipet, mivel egy zenére komponált valamiről beszélünk, ezzel az interaktivitás nem biztos, hogy
könnyen megvalósítható. Voltak ilyen irányú próbálkozások is, de abszolút nem ez a jellemző. Jó, köszönöm szépen, hát is nem tudom micsoda, jó közösségi életet kívánok a továbbiakban, és remélhetőleg találkozunk ezekkel a demókkal, nagy közönség is meg tudja ezeket nézni, mi hamarabb. Köszönöm szépen.